Egy személyes találkozó képes felülírni az ember véleményét a másikról, és igaz ez az állítás akkor is, ha az amerikai és a török elnökről van szó. Azok után, hogy az elmúlt hetekben Donald Trump milyen Twitter üzeneteket küldött a török elnöknek, sokakat meglepetett, hogy a washingtoni csúcs előtt az amerikai elnök egyenesen Erdogan rajongójának nevezte magát. A hízelgő kijelentés azért is hangzik kissé meglepően az amerikai elnök szájából, mert a szíriai helyzet csak egy a két ország közötti komoly konfliktusok közül. Az elmúlt hetek feszültségei után Donald Trump most azt nyilatkozta, hogy a török-szír határon szerinte minden rendben van. A tűzszünet érvényben van, és mindehez még azt is hozzátette, hogy szerinte a kurdok is elégedettek a kialakult helyzettel. Az elnöki helyzetértékelést meglepetéssel fogadhatták a kongresszusban különösen azok, akik az amerikai csapatok váratlan kivonását Szíriából a kurdok elárulásának tekintették. Az elnöki csúcson egy másik kényes kérdés is szóba került. Az amúgy NATO tagállam Törökország ugyanis nem a katonai szövetségeseitől, hanem Oroszországtól vásárolt légvédelmi rendszert, ami miatt Washington eléggé megorrolt. A török elnök ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy megvitatták a két ország mélyen gyökerező kapcsolatát a katonai védelmi programokkal kapcsolatban, így az S-400-as orosz rendszerről és az F-35-ös vadászgépek programjáról is. Mert ahogy Erdogan török elnök mondta, a vitás kérdéseket csak párbeszéddel lehet megoldani. A két ország kapcsolatának lehetséges pozitív változásairól beszélt Donald Trump is, aki szerint a most is elég szoros és egyre növekvő kereskedelmi együttműködéseket még szorosabbá lehetne fűzni, és a mostani volument akár meg is lehetne négyszerezni. Trump kritikusai szerint az elnök túlságosan barátságos volt a török elnökkel. Ugyanakkor az elnök környezetéből azt mondják, hogy csak így lehet elérni, hogy Ankara ne kerüljön még közelebb Moszkvához.